Hello, hello, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a mai live-on. Egy különleges vendégem van, garadmai Olivér. Szia, Olivér, hogy vagy? Köszönöm, hogy elfogadtad a, a, meghívást, és nagyon örülök, hogy egy, egy nagyon jó kis témát választottunk, így péntek délutánra este felére, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy iszonyat hasznos téma. Alapvetően, hogyha a szórakozást össze tudjuk kötni a tanulással, az egy kiváló kombináció, és ugye ez a mai live-nak a címe, hogy hogyan fejleszd az angolodat könyvekkel és filmekkel, és egy picit így ilyen teaser adjak a, a nézőinknek, akik majd itt élőben, meg majd utólag is visszanézi a videókat, hogy miről lesz ma szó, hogy felcsigázzalak titeket. Tehát gyakorlatilag uh, Olivért egy picit fogom a faggatni, mert ez egy interjús beszélgetés lenne, arról, hogy egyrészt ő hogyan fejlesztette az angolját annó könyvekkel és filmekkel, uh, és hát ugye róla azt kell tudni, hogy ő alapvetően nyelvtanár, mi együtt dolgozunk most már pár éve, de kint élt ő is külföldön, Angliában egy jó pár évet, és már azelőtt kiváló angolja volt, és valójában ezt otthon magyar terepen szerezte meg. Tehát ezért akarom egy picit őt is megkérdezni, hogy ő hogyan szerezte meg a tudását ezekkel az eszközökkel, hogyan fejlesztette, és arról is fogunk ma beszélgetni, hogy mit javasol nektek most a 21. században, mert mi még a 20. században annó használtuk ezeket az eszközöket, filmeket, könyveket, most is, ne értsetek félre, de annó, Alapvetően régebben azért nem volt ennyi lehetőség, és még máshogy aknáztuk ki ezeket. Úgyhogy fogunk beszélgetni egy picit a régmúltról, idézőjelbe téve, mert nem 50 éve volt, de ilyen 10-15-20 éves távlatokról beszélünk, és hogy mit javasol ez te majd itt a nézőinknek. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ugye azt kérdeztem Olivértől, hogy segítette neked, kint az angliai kiköltözéskor, amikor már kimentél, az, hogy te korábban azért elég sokat olvastál angolul, illetve filmeket, és a másik kérdés pedig az volt, hogy picit mesélj már itt a felvezetőben, hogy amúgy mivel is foglalkoztál kint, mert ugye nem tanítottál odakint Angliában. Rendben, így van. Tehát egy barátom révén tudtam utazni Angliába, Londonba, és ott, ahogy Tündi említetted, nem tanítással foglalkoztam, hanem egy nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó cégnél helyezkedtem el. És a feladatom tulajdonképpen az volt, az, hogy ügyfelekkel kellett telefonon, e-mailben tartani a kapcsolatot, szemmel tartani a megrendeléseiket, biztosítani azt, hogy minden gördülékenyen, történik, és ezzel által rendszeresen kellett tartani velük a kapcsolatot, tehát nem sok köze volt úgymond a tanításhoz. Uh -huh. és a másik kérdésre válaszolva pedig abszolút, tehát a könyvekből, filmekből megszerzett tudásnak azért vettem nagyon nagy hasznát, mert akár szép irodalmat, akár népszerűbb Irodalmat, könyveket, olvasva, filmeket, sorozatokat nézve. Nagyon jó képet kaptam arról, hogy az átlagemberek teljesen hétköznapi élethelyzetekben milyen nyelvet használnak, uh -huh. milyen szavakat, kifejezéseket uh, használnak. És ennek uh, gyakran nagyobb hasznát vettem ugye, mint a nyelvtan könyvekben található, kicsit száraz, kicsit tantermi példamondatoknak uh -huh. teljes uh -huh. mértékben. Tök jó. Tehát akkor így reméljük, hogy felcsigáztuk a többieket, hogy alapvetően azért el lehet úgy is jutni nagyon magas szintre, angolból is, hogy valaki nem él még kint. Nyilván a kiköltözés az, az sokat segít, amikor anyanyelvi közegben vagyunk, de hogy otthonról is lehet azért rengeteg plusszal fejleszteni a tudásunkat, és most, hogy már összegyűlt mindenki, és a technika is megoldódott, én azt javaslom, hogy akkor vágjunk bele. Az első kérdés nem hozzád lesz, hanem a, a többieknek, akik itt vagytok, és akkor még egyszer sziasztok, akik most csatlakoztok, hogy ti mennyire használtjátok ezeket az összközöket, tehát a filmnézést, illetve a könyvolvasást, mind a kettőt nyilván angolul, az angolotoknak a, a fejlesztésére, és nem ilyen vaskalapos tanulás szempontjából, hanem a szórakozással összekötve. Szóval van egy itt köztetek olyan, aki, aki már um, olvas angolul könyveket, hogyha nem is eredeti, akár könnyített olvasmányokat, blogokat, bármit, illetve szoktatok-e már filmeket nézni? Ez lenne az első kérdésem, feléte, és majd fogunk beszélgetni a nehézségekről is, hogy tudjunk nektek majd tanácsot adni, Olivére. Um, Olivér, neked az lenne az első kérdésem, hogy akkor egy picit először a rég múltról beszéljünk, hogy annó meg aztán beszélhetsz a mostani jelenlegi állapotról is, hogy te hogyan fejlesztetted az angolodat könyvekkel. Kezdjük a könyvekkel, jó? Jó, rendben. Uh, annak idején, ez még a 90-es évek vége, 2000-es évek első pár évére volt jellemző, hogy akkor kezdtek szerintem megjelenni, pontosan nem is emlékszem, ezek a könnyített, rövidített olvasmányok, ezek a kisfüzetként. Uh -huh. uh, igen, Oxford Bookworm uh, sorozat, és ebben már akkor a legelső időszakban megjelentek uh, híres klasszikusok, de ugyanakkor a népszerűbb idézőjelbetéve ponyva uh, irodalomnak is a példái. És ezt például uh, azért tartottam és azért uh, olvastam őket nagyon szívesen, mert uh, ugye ezek. Uh, kitalált szórakoztató irodalom elsősorban a céljuk, tehát nem valamilyen száraz szakkönyv, vagy valamilyen használati utasítás, és ezért nagyon sok teljesen hétköznapi élethelyzetben olvashatunk arról, hogy emberek hogy fejezik ki magukat egy párbeszédben, különböző helyzetekben, ismerősökkel, barátokkal, teljesen vadidegenekkel, és tulajdonképpen, ahogy te is említetted, hogy különböző szinteken elérhetők ezek a könyvek, minden szinten nagyon jól tanulmányozható ez tulajdonképpen, hogy milyen hangnemet, milyen stílust használnak az emberek például teljesen ismeretlenekkel a munkahelyen, vagy például hivatalos ügyintézés esetén, és barátokkal, rokonokkal. Hát. És már egyből a leges-legelső szinten nagyon jó, tényleg angol emberek által írott példát kapunk arra, Azonnal, hogy mi például a különbség a hivatalos vagy a baráti stílus között. Uh -huh. A későbbiekben uh, pedig uh, rendkívül jellemző rám, hogy sokszor hajmeresztő témák kezdenek el érdekelni, és nagyon mi sok. Például? Mi például erre rá is térek rövidesen, nagyon-nagyon uh, régóta foglalkoztat, imádom a történelmet, főleg a modern 20. századi történelmet, és ezen belül is a hat történelmet és mindig is érdekelt az angolok és az amerikaiak részvétele például a második világháborúban, és erről a témáról nagyon kevés könyv állt rendelkezésre, vagy ami rendelkezésre állt például magyar nyelven, arról sokszor olvastam, hogy esetleg idejét múlt, vagy vadon a túl kutatási eredmények láttak napvilágot, teljesen más megvilágításba helyezve ezeket a dolgokat, és ez volt egy nagyon erős belső késztetés arra, hogy ezeket a könyveket valahogy meg kellett szereznem, és azt hiszem, hogy akkor nyílt először lehetőség arra, hogy antikváriumokon vagy speciális könyvesboltokon kívül a neten is elérhetővé váltak, megrendelhetővé váltak. Ez hány évvel ezelőtt volt, úgy durván? Éve. Uh, 20. 20 évvel ezelőtt. Tehát <síthat> 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 már akkor Itt... is voltak lehetőségek, nem hogy most. Így van, 19-20 évvel uh -huh. ezelőtt, és ami még eszembe jutott, ahogy gondolkoztam még ezzel a témával a kapcsolatban, én nagyon szívesen olvasok újra esetleg könyvformában filmsztorikat. Ez egy kis összekötés tulajdonképpen a két téma között. És itt tulajdonképpen a sorrend nem is számít. Tehát teljesen mindegy, hogy egy bestsellerből készül egy film, vagy egy filmhez írnak nagyon gyakran utólag, könyv alakban tulajdonképpen egy könyvváltozatot de ez mindig megkönnyítette tulajdonképpen a dolgomat. Tehát én is rengetegszer ütköztem például nehezebb részekbe, részletesebb leíró részekbe, de az, hogy korábban vagy a könyvet ismertem, vagy magyar nyelven olvastam, vagy a filmet láttam, ez mindig hatalmas mértékben megkönnyítette a dolgomat, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kikapcsolódás legyen, szórakozás legyen, tényleg a ismeretlen, vagy esetleg vadonatúj kifejezések ellenére is. És mivel ezek mindig valamilyen nagy sztorinak a részei, ez a szókincsfejlesztéssel kapcsolatban tartom nagyon fontosnak, hogy mindig emlékezni fogtok, mint olvasók ezekre a kulcsfontosságú jelenetekre, emlékezetes szereplőkre, karakterekre, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy segítségünkre van abban, hogy új szavakat megjegyezzünk, elsajátítsunk, begyakoroljunk. Uh -huh. Jó. Most közben elment a hangod, legalábbis nálam, de nem, most meg vagy jó. Most, most Szépen, jó. Megvan, oké. Okay. Okay. Uh, rengeteg mindent mondtál, itt szerintem a leg. Fontosabb gondolat, amit kiemelnék, és, és szerintem ez tök jó, hogy mondtad, ez a szórakozás, ugye, hogy a szórakozással próbáltad összekötni ezt az egészet. Tehát a te érdeklődésednek. Ugye van, akinek a történelem, vagy ezek a hat történeti dolgok meredekek, például nem is az én, tehát a, főleg a hat történet nem az én érdeklődésembe tartozik, de én is tudok olyan témát mondani, ami meg valószínűleg hogy a te érdeklődési körödben nem tartozik, de ez a lényeg, hogy valójában olyat olvassunk, ami érdekel, mert akkor eleve nem lesz tanulás szaga, meg kényszer szaga ennek a történetnek, ugye? Erre akarták ki a lyukadni. Így van, ez egy nagyon extrém példa volt egyébként mm -hmm. ez a hat történet, ami még számomra mindig nagyon nagyon jó kikapcsolódást jelentett. Az én imádom a rövid történeteket, kisregényeket, novellákat, tehát ez magyar nyelven is. Valahogy a szívemhez közelebb állnak egyébként, és hogyha idegen nyelven vágunk bele novellákba, kisregényekbe, az egy ilyen nagyon ilyen intenzív, nagyon jó tulajdonképpen az adagolása így a ismereteknek. Tehát én. Uh, higgyétek el, hogy én is ugyanígy voltam vele annak idején, hogy nagy levegőt kell venni ahhoz, hogy egy 300-400 oldalas idegen nyelvű könyvbe, regénybe, uh, science fiction regénybe esetleg uh, nekivágjunk, beleugorjunk, nagy felbevágjuk vele a fejszinket, uh -huh. de rendkívül jó 20. századi, modern, kortás novellák, kisregények állnak tényleg rendelkezésünkre. Tehát a bőség zavarával uh -huh. kell megküzdenünk, és ezek között van akár két-három oldalas, rendkívül frappáns, nagyon jó történet is, amire ami nem egy több hetes projekt volt. Tehát, hogy nem kell háromszáz oldalas regényeket olvasni, meg feltétlenül klasszikus irodalmat, hanem Ugye ez a, ez a kortás irodalom, amit mondtál, szerintem ez egy kulcs gondolat, már csak azért is, mert ugye a legfrissebb, modern nyelvet láthatjuk, tanulhatjuk ebből, vagy hát szedhetjük fel, mert ugye ez nem egy tudatos tanulás. Vannak-e tabuk szerinted, amik olvasás alatt tabu lenne, például itt nyelvtanulás kapcsán, amit semmiképpen nem javasolsz, hogy csináljanak olvasás alatt, hogy nem érgezzük meg ezt a szórakozással való összekötést. Ó, ezek között nagyon sok ilyen kis csapdahelyzet van egyébként. Amit mindenképpen szerintem meg kell említenünk, az az, hogy bármennyire is szeretjük esetleg a korábbi klasszikusokat, az úgynevezett magas irodalmat, azoknak mindig nagyon nehéz nyelvezete van. Tehát nem véletlenül van szükség képzett szakfordítókra, akik azért, akiket azért gyakran megizzaszt. Egy-egy ilyen klasszikus műnek a lefordítása. Mm. És az még nagyobb nehézséget jelent, hogyha időben tőlünk távol íródott. Tehát ugye mindenki mondja, hogy a modern angol nyelv megteremtőjei között tartják számon Shakespeare-t, de még a modern nyelvezetű változatot sem ajánlanánk tényleg. tök jó, uh, hogy mondod. Igen. Uh, például a másik nagyon fontos dolog uh, szerintem pedig az, hogy nem szabad fennakadnunk egy-egy bonyolult vagy összetett mondaton, vagy hogyha nagyon sok új uh, kifejezésbe futunk bele. Uh -huh. Én arra emlékszem például, hogyha nagyon érdekelt, hogyha mindenképpen a történet végére akartam jutni, akkor képes voltam úgy olvasni egy ilyen egész kicsi, szinte füzet méretű könyvet, hogy ott volt mellette egy nagy szótár kinyitva uh -huh. az asztalon. És egy kicsit elveszi a szórakozás jellegét, hogyha például egy oldalon 6 10 nem tudom, egy tucatnyi szót kell kikeresni. De gyakran, hogyha tényleg abszolút az érdeklődési körünkbe vág az, az adott történet, akkor még ez sem rettenthet minket vissza attól, hogy a történet végére jussunk. És az a lényeg filmeknél is, könyveknél is, hogyha van ott egy-két esetleg új kifejezés, példaként sokszor említek mondjuk valamilyen új, uh, spéci melléknevet, elég az tudnunk a szövegkörnyezetből, hogy ez most valamilyen jó dolgot jelent, vagy rossz dolgot jelent, mm -hmm. és innentől kezdve, hogyha csak, nem tudom, kiegyzeteljük esetleg, vagy leírjuk csak az oldalszámot, akkor bőven elég később visszatérnünk hozzá, hogyha egy ilyen új kifejezést nem akasztja meg, Uh -huh. a szöveg megértését. Uh -huh. hát én arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy nem kell szóról szóra lefordítani, nem kívülről megtanulni akarjuk, hanem ugyanúgy, mint a nyelvvizsgákon, mindig a kulcsfontosságú információra kíváncsi mindenki. És nagyon sokszor említem tanítványoknak, hogyha saját anyanyelvünkön olvasunk végig egy szöveget, vagy egy szövegrészt, akkor sem fogunk emlékezni a nüanszni icipici dolgokra, és erre ugyanúgy az angol anyanyelvűek sem emlékeznek egy angolul írott könyv elolvasása után. Abszolút. Közben felolvasok egy pár gondolatot itt, amit írtak a többiek is a kérdésemre válaszolódjuk, szoktak-e olvasni, filmet nézni, sorozatot nézni angolul. Timi írja, szia Timi, könnyített regényt olvasok, és Netflixen nézek engem érdeklő sorozatokat, Te hát, tökéletes nyelvtanuló, nyelvhasználó vagy, úgyhogy ez nagyon jó, hogy mind a kettőt csinálod. Anna is írja, hogy én is nézek filmeket, de csak angol felirattal, anélkül még nem megy. Erre mindjárt átérünk, ez teljesen rendben van, és ez teljesen normális, mindjárt beszélgetünk a filmekről is. Lenyuti Borni, szia Vali, filmeket szívesen nézek, olvasni nem szoktam, hát reméljük most meghozzuk a kedvedet ehhez is. Nem kötelező amúgy, ne értsetek félre, csak hogyha van több eszközünk, akkor miért ne ki, ugyebár. Edith is írja, hogy filmeket szoktam nézni angolul. Éva, én is könnyített könyveket kezdtem el olvasni, és nagyon élvezem. Ugye ez, 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 a, ez az élvezet, a sikerélmény lenne a kulcs. Tehát, hogy a nyelvtanulás amúgy is egyenlő kellene legyen a sikerélmények adásával, szerzésével. És hogyha te olyat olvasol, ami abszolút szintet felett van még, és frusztrált vagy, nekem volt egy ilyen próbálkozásom most egy, egy román regénnyel, és ugye én úgy szoktam ezt tanítani, ha elolvasul elolvas egy oldalt is több, mint a fele, teljesen kínai, akkor ez neked még túl nehéz, és kell könnyebbet keresni. Tehát angolul tök jó, hogy vannak ilyen könnyített, szintezett olvasmányok akár, vagy ilyen rövidebb, szöszenetű olvasmányok is, amiket Olivér említett, de mondjuk más idegen nyelven, ami nem annyira népszerű, mint az angol, azért ilyenek nincsenek. Úgyhogy áldjuk az eget, hogy angolul tanulunk. Timinek van egy kérdésem, tudnátok-e olyan oldalt ajánlani, ahonnan lehet különböző szinteken letölteni regényeket? Hát az van, hogy azért ezek többnyire fizetősek, weboldalt nem fogok tudni neked mondani, maximum kalóz oldalakat, de azt most nem fogom, meg amúgy sem biztatnék senkit erre, de van, aki használja ezeket, szerintem tudjátok, miről beszélek. Azon túl alapvetően Libri-ben, meg mindenféle könyvesboltban lehet kapni könnyített olvasmányokat, az a nevük, hogy Oxford Bookworm. Nem kapunk érte jutalékot, tehát nem ezért mondom ezt. Hét fokozat van, és most már azért ezekhez adnak CD-ket, Pár évvel ezelőtt ezek még ilyen pár száz forintos történetek voltak, most már ilyen 1000-2000 forint között vannak, a jól tudom, de ez azért is van, mert adnak hozzá CD-t is, tehát hogy hangos könyvvel együtt vannak, és azért az nagyon jó bennük, hogy fejezetek után van szószezet, magyarázattal, feladatok, kontrollkérdések, tehát hogy Alapvetően az olvasás egy passzív készség ö, olyan szempontból, hogy csak a passzív, tehát hogy nem inputra, hanem outputra kényszerít, de hogyha megcsinálod a gyakorlatokat akár szóban akár írásban, akkor már is aktívvá teszed. Nem tudom Oliver, hogy te tudsz esetleg olyan weboldalt, ahol vannak könnyített olvasmányok, én nem tudok. Én arra gondolok, de nem tudom, szerintem milyennek kellene lennie. Nekem az jutott eszembe, hogy akár klasszikusok között is, tehát ami mondjuk világirodalmi klasszikus, szerintem érdemes megnézni esetleg könyvtáraknak, akár a Magyarországos Széchenyi Pont ezt írt könyvtárnak. A csillait könyvtárban is sok van. Bizony, tehát a könyvtárban is azért gondolok erre, mert hogyha valahol egy szerzői jogdíj lejár, akkor semmi sem akadályozza meg különböző honlapoknak vagy könyvtáraknak a vezetését vagy az irányítását abban, hogy ezek a szövegek minden további nélkül elérhetővé váljanak az interneten. És ugye ez még inkább megkönnyíti a dolgunkat, ahogy, em, uh, ahogy említettem, hogy még hogy kellett görcsölni, görnyedni egyszerre két könyv fölött. És hogyha ezek elektronikus formában vannak jelen és telefonon, e olvasón, vagy uh, tableten látunk neki, akkor a beépített szótárral még, még, még több időt spórolunk tulajdonképpen. Igen, Igen én is mindenkit biztatnék, hogy apként is buk, töltsön le magának egy nyelvű szótárt is, ne csak két nyelvűt, jó, és használjátok ezeket. Még Éva annyit írt nekünk, hogy ő először aláhozza, majd kisük írja neki tetsző kifejezéseket. Piros pont, nagyon jó. Azért adnék piros pontot ezért a technikáért, Éva, mert nem akarod az egész minden legapróbb ismeretlen szót megtanulni, vagy, vagy vagy felírni magadnak, hanem azért nyelvtanulóként kell legyen egy rugalmasságunk, hogy amikor beleütközünk egy olyan kifejezésbe, hogy nem tudom vágtatni, az nem tudom. A lóval, és te mondjuk nem vagy lovász, és nem lovagolsz, csak ritkán olvasol ilyen dolgokat, tehát hogy nem lesz szükséged arra a szóra, akkor nem biztos, hogy ezt neked meg kell tanuld, vagy kell vele tömd az agyadat, ha már meg akarod tanulni. Tehát alapvetően azért én mindig azt szoktam javasolni az ismeretlen szavaknál, hogy olvasunk, olvasunk, próbáljuk kikövetkeztetni, és hogyha sokat 5 négy ére sem tudjuk kisilabizálni a szövegkörnyezetből, akkor nézzük meg, és akkor is jogotok van eldönteni, hogy nekem erre szükségem lesz, vagy nem, meg akarod-e tanulni, vagy nem, és akkor felírhatod magadnak. Jó. Még Árpád írja azt, hogy Amazonon a Kindle könyvek egy része ingyenes, például a klasszikusok. Wow. Köszi a tök jó. Ezt, ezt jó tudni. Úgyhogy nézzetek körül, mert azért tényleg a neten is vannak, meg ez a könyvtár is egy nagyon jó dolog, hogyha valakinek az anyagi forrásai korlátozottabbak, és nem akar beszerezni. Nekem is rengeteg audio formában megvan a gépemen több szinten. Nos, akkor lépjünk a filmekre át, meg a sorozatokra, mert szerintem még több embert izgat és érdekel. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem mindenki olyan avid reader, mint én vagy te, hogy mi azért mohónesszük esszük a könyveket, angolul is, de a filmnézés az, az, egy picit ilyen populárisabb történet manapság, meg filmek. Tehát picit beszélni le nekünk megint arról, hogy te annó, oh, no, mikor elkezdtél angolul filmeket nézni, akkor esetleg előfordult-e veled az, hogy mondjuk frusztrált voltál, -e, vagy nem értetted, vagy egyből az volt, hogy leültél, és akkor mindent tudtál-e nyilván. Tehát, hogy mindent értettél. Ó, is nyilván ő. ironikusan értem. Nem, egyáltalán nem így indult a történet. Még a 90-es években rengeteget jártunk moziba barátaimmal, osztálytársaimmal. Mm -hmm. Szerintem alig telt el hét, hogy ne mentünk volna el moziba, és abban az időben sokkal gyakrabban, olyan sűrűn, olyan gyorsan kerültek tulajdonképpen Magyarországra a filmek, hogy sokszor szerintem nem is volt idő a szinkron elkészítésére. Vagy ha volt is idő, én olyan filmekre is emlékszem, ami szinkronizálva volt, ez ritkábban fordult elő, de angol felirattal szólt a film, vagy persze természetesen a leggyakoribb eset, ugye az volt hogy angol nyelvű filmhez, magyar nyelvű felirat. És erről is sokszor beszélgettünk, hogy ez egy nagyon, felfoghatjuk ezt úgy, mint a bevezető szakasznak tulajdonképpen. Mert már nagyon fontos, hogy ugyan a könnyebbik útat választjuk általában, ugye a komfortzónákban komfortzónánkban maradunk, és a magyar feliratra koncentrálunk, de én nagyon szeretem a kitettség kifejezést, ezt nagyon sokszor használom, és azáltal, hogy angolul halljuk a filmeket, már ki vagyunk téve például, akár csak a hangsúlyozásnak, vagy nagyon sok szót, kifejezést elcsíphetünk, már a kezdeti uh -huh. szakaszában is a nyelvtanulásnak, és ezen a saját igényeinknek megfelelően tudunk mindig nehezíteni, főleg manapság, tehát ebben is sokkal több lehetőségünk, sokkal több uh, módszer áll már rendelkezésre, mint annak idején, több mint 20 évvel ezelőtt. Gondolok itt elsősorban a streaming szolgáltatókra, vagy például, hogy a DVD-n van meg egy sorozat, vagy egy film, akkor mi döntjük el, hogy melyik hangsávot, melyik felirat nyelvet választjuk. És itt is nagyon jó ötletnek tartom azt, mindenkinek megvannak a kedvencei tehát amit több tucatszor látott már esetleg filmben vagy ö, sorozatban, ö, nagy klasszikusok. Például neked? Ö, nekem ilyenek, nagyon sok embertől hallom, hogy a jó barátok. Tehát uh -huh. ez szerintem mindenkinek egy ikonikus ö, sorozat, vagy például az igazán nagy ö, sikert arató filmek a 90-es évekből. Tehát most gondolok itt a Forrest gump kezdve, akár a Jurassic Parkra, uh -huh. vagy különböző tudományos, uh -huh. fantasztikus filmekre. És amit így úgymond rongyán néztünk, azt a nyelvtanulással mindig összekapcsolhatjuk, és legközelebb eszünkbe jut, legközelebb újra szeretnénk nézni, akkor mindenképpen nézzük újra angol nyelven, angol felirattal. Sokszor azt fogjuk tapasztalni, hogy még a feliratra sincs szükségünk, hogyha olyan filmet választunk, ami ugye nagy kedvenc, tudunk belőle idézni, kívülről tudjuk szinte a legfontosabb, leg, hangsúlyos párbeszédeket belőle. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak egy gyors kérdés, hogy ezeket te mit javasolsz, hol találják meg, mert itt szokott lenni a másik gond, hogy akkor hol tudják elérni a filmeket, mert ugye az első forrás mindenkinek a YouTube, de ott van, vagy hogy, van hogy fán van, vagy van, hogy nincs. Mit javasolsz? Uh -huh. Én az ilyen nagy klasszikusok kapcsán mindig a DVD-re szavazok, tehát ez kb. ugyanolyan, mint a streaming szolgáltatók, mert akkor állítom meg, akkor tekerem vissza, uh -huh. amikor nekem tetszik. És ezek a nagy klasszikusok tényleg ilyen potomárért lehet általában ezeket uh -huh. megmutatni. Hát, akinek van még, igen, DVD mert ez is kezd azért egy picit lassan elavulni, kicsit old school, ugye? Uh -huh. De jó, hasznos, igen, egyetértek. Itt arra gondolok elsősorban, hogy így a DVD lejátszó nem is akadály, mert például, ha laptop, asztali számítógép van, akkor az pont. ugyanúgy sokszor viért, tehát ez egy nagyon jó kis, megmutatjuk így mindenkinek, hogy esetleg hajlamosak vagyunk néha kibúvót keresni, de sajnos nem lehet. A 21. században erre sajnos az angol nyelv kapcsán nincs igazából lehetőségünk, és nagyon örülök annak is, hogy a YouTube-ot említetted, mert ott például ugyanaz a helyzet, mint a hosszú regények, kisregények, novellák összehasonlítás esetén, Gondolatunk itt a Youtube-ra, vagy akár a TED.com-ra, uh -huh. hogyha nem áll rendelkezésünkre annyi idő, nincs időnk megnézni egy két órás egész estés filmet, akkor ezek tulajdonképpen ugyanazt a funkciót töltik be, uh -huh. mint egy novella, vagy Igen. egy rövid történet. És itt is elsősorban arra szavazok, erre majd részletesen rá fogunk térni, hogy mindenképpen olyat választatok, amiben a történetet a párbeszédek viszik előre. Uh -huh, hát ezért okéon. tartom például Igen. nagyon jó ötletnek a talk-show videókat, uh -huh. vagy a szitkomokat, de erről fogunk még beszélni. Így van, itt még csak annyit az előző témára reflektálva, hogy azért azt is tudod, hogy van már sok olyan laptop, amiben már DVD lejátszó sincs, uh -huh. hogy azért orvosoljuk ezt a kifogást is, mert valaki írta, és ott is ott a pont, abszolút érthető. Online megoldásokat a YouTube-on túl tudsz eljavasolni. Most tudom, hogy ez, erről nem beszélgettünk előre, de ugye a Netflix az egyik, amit én szoktam mondani, hiszen az egy ilyen azt hiszem 10 euró havi előfizetése van az első hónap ingyenes, de akinek mondjuk még erre sincsen kerete, bár szerintem ez nem egy nagy összeg, akkor van-e még esetleg más, amit te szoktál ilyenkor használni? Én, amit nagyon szeretek, és itt megint csak a YouTube az, ami tényleg szerintem felfoghatatlan mennyiségű mm -hmm. videó áll rendelkezésre. És itt nagyon sokan rendkívül uh, szerteágazó témákban vannak iszonyatosan magas minőségű csatornái uh -huh. embereknek. És itt főleg uh, akár dokumentumfilmekre uh, gondolok, vagy akár, hogyha valakinek például az érdeklődési körével kapcsolatban indít el egy csatornát, ez lehet bármilyen hobbi, lehet a művészet, lehet a rajzolás, lehet akár a modern élet, gasztronómia. Uh -huh. És nagyon sokszor uh, ennek uh, nyugaton szerintem sokkal hamarabb indult el talán ez a, a forradalom, amivel teljesen átlag emberek is sóra nörré uh, léptek elé tulajdonképpen manapság, és ezáltal nagyon sokszor már hívnak meg ők is vendégeket, uh -huh. akár saját magukhoz. A nappaliuk egy késztúdió, uh -huh. és ugyanúgy egy párbeszéd keretén belül tudnak esetleg eszmét cserélni, alternatív gondolatokat kifejezni. És ez a saját tapasztalatom is, hogy nagyon sokszor már én is inkább az általam előnyben részesített kedvel csatornákat választom a YouTube-on a tévé helyett. Aha, tök jó. Tehát abszolút. És Igen. akkor itt nem filmekről vagy sorozatokról beszélünk, a a a csatornákról. hanem csatornákról, amik az érdeklődési körünkkel. Pont egyszerűek. írták is itt a többiek, például Orbán Zsuzsi, hogy HBO GO, Uh -huh. Aztán Zsolt, Szél Zsolt írja, hogy TEDx, uh, valamint írják még itt a sorozatbarátot, van, aki ugye a Torrent, de nem legális, tudjuk, igen, ezt nem akartam mondani, de ilyen, Netflixet használja Éva. Én be fogok ide tenni nektek most egy linket, amit én nagyon szoktam promoválni. Ez most kifejezetten sorozatokhoz van, de valójában nem csak sorozatok vannak itt fent, hanem filmek. Ez egy olyan weboldal, ahol ingyenesen tudtok regisztrálni, és nem spamolnak, meg nincs semmilyen. Igaz, hogy korlátozva van, tehát, hogy binge watching nem lesz belőle, ami azt jelenti, hogy egymás után megnézel 7-8 részt is, akár például a sorozatról van szó. Mert 45 percet tudsz naponta ingyenesen nézni, viszont tökéletes az angol felirat. Tehát egy nagyon jó, és az adatbázisuk akkora, például a sorozatokban, hogy majdnem 500 sorozat érhető el, tehát nagyon komoly, és filmek is vannak, klasszikusok is, úgyhogy ezt én is javaslom, hogy ezért mutassunk itt egy olyat, amit a többiek nem említettek. Uh -huh. És akkor itt közben rátérnék arra, amit már többen írtak, Éva is például, de korábban azt hiszem, hogy még volt valaki, aki ezt írta, hogy Netflixet nézem, de én is sajnos még csak felirattal megy. Picit beszél már nekünk ez, erről a történet, hogy akkor hogyan nézzünk filmeket, te mit tanácsolsz, és hogy, és hogy ez, ez miért nem probléma, hogy felirattal nézik és hogy mit, milyen felirattal nézzék. <laughs> A felirat szerintem egyáltalán nem jelent problémát. Én arra gondolok ilyenkor, hogy belevágunk egy vadonatúj sorozatba, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy miről fog szólni, csak ismerésünk ajánlotta, vagy nagyon jó kritikát olvastunk róla a neten. Akkor a feliratot minden további nélkül használjuk nyugodtan. Teljesen vadidegen, vagy korábban nem ismert embereknek a beszédtempójához, beszédstílusához kell hozzászoknunk és hogyha valamilyen vadonatúj témába vágunk esetleg bele, akkor számíthatunk olyan szakkifejezésekre, amikkel esetleg korábbi tanulmányaink során még nem találkoztunk. Ugye mindenki tudna ilyen példát mondani arról, hogy egy bűnügyi sorozatba vagy kórház sorozatba ugrunk bele, akkor ott borítékolható, hogy szerintem az anyanyelvű nézők számára is biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan szavak, Nyomónia, amik és így van mindenképpen. És itt is az a legfontosabb, hogy a feliratban ezeket követhetjük, és ugyanúgy, ahogy könyvolvasás során mi magunknak eldöntjük, hogy mi az, amire szükségem van, mi az, ami á, ez tetszik, ez frappáns, ezt szeretném használni, ezt sokszor használják. Például jellemző szahajárása mondjuk az egyik szereplőnek. De mindenképpen lesznek olyanok, amikre például valószínűleg soha többé nem lesz szükségünk, kivéve hogyha nyomozónak vagy sebésznek állunk esetleg. Vagy esetleg uh, angol abból, tanárnak, akinek azért illik sok mindent tudni, és bővíteni a szókincsét, de hát mi se tudunk mindent nyilván. Így van, abszolút. Tehát ezt az illúziót is egyébként mindig el kell hesegetnünk, hogy mi, mi is folyamatosan tanulunk, tehát uh, én sem jelenthetem ki magamról, Uh, közel sem azt, hogy például felütnék mondjuk egy 60 ezer szót tartalmazó egynyelvű szótárat, és akkor abban nem találnék olyat, amit nem. Láttam volna, úgyhogy igen. ez abszolút nem így van. Ezek is jók, kis tanárok. Meg hát ugye sokszor ti vagytok a tanáraink, akikkel beszédúrákat tartunk, mert néha fejlenek olyan kifejezések, hogy megfogtok, és akkor abból mi is tanulunk, mert utána kell járjunk, hogy akkor az hogy is van. Tehát, hogy van. ti is tök sokat tanítatok nekünk. <laughs> jó, itt még csilla annyit írt, hogy csatornákon is lehet nyelvet állítani. Ez nagyon jó funkció, én is használom, például a románra. Nem minden filmnél elérhető, de lehet talán így van, ugye a teletek szóldal. És azt hiszem, hogy azokon is át lehet ezeket állítani, de sokszor a Language Button erre szolgál. Um, jó, hát egész sok mindenről beszéltünk. Én közben, amíg te, még esetleg, ha van egy pár gondolat, amit elmondanál itt tanácsként, akkor azt mindjárt visszadom a szót, de a többiektől kérdezném, hogy most lehet minket bombázni uh, a bajaitokkal, tehát, hogy milyen problémáitok vannak az olvasással, angolul való olvasással, és milyen nehézségeitek esetleg a filmnézés, hogy van-e bármi, ami esetleg tudunk nektek segíteni, tanácsot adni, ha esetleg tudunk a legjobb tudásunk szerint. És uh, Közben még két kommentet itt felolvasok, Árp írja, hogy Kábel tv legtöbb esetben van felirat, ha más nem, akkor teletek oldalt kiválasztva, igen, ezt persze angol nyelvi csatornákról beszélek, és Zoli pedig ajánlotta az English kötője TV, weboldalt, szintén a filmekhez tök jó, látjátok össze, dobjuk itt a fejünket. Még Edith írja azt, hogy mostanában elég sok filmet látom, láttam, vagy filmnél látom, hogy eredeti nyelven adják X ismétlésnél, és vagy magyar, vagy a saját nyelv felirata fut a film alatt. Igen, ez is tipikus. Igen, ezek egyre jó dolgok, mert azért minden fővül. De, tehát itt, amire mi akarunk mindenkit ösztönözni, hogy abszolút normál dolog, hogy használjuk a, vagy normális dolog az, hogy használunk feliratot, de nem magyar, ha lehetséges. Tehát, az a, az az a pont, ami az agyi koncentrációs folyamatokat jobban megöli, mert mindig arra fokuszál az agy, amit jobban ismer, mint nyelv. Ezért lenne az az ideális, hogy angolul nézed, angolul felirattal. És akkor már csak eleve két figyelem van, mert az egyik a szem, tehát, hogy olvasod a feliratot, a másik a fül, hogy hallgatod a megfelelő kiejtést, és ez azért is nagyon hasznos, mert tehát eleve a megfelelő kiejtést összekötöd, hogy ja, azt, hogy pneumónia, nem úgy ejtjük ki, hogy pneumónia, nem nyumónia, vagy, vagy, vagy most jó, ez egy latin szó, de hogy egy csomó ilyen tök jó reveláció tud alatta lenni. Van-e még bármi gondolat, amit így megosztanál, és majd a végén még esetleg egy útravalót is kérnénk tőled, és a többiek pedig addig gyűjtsék, ha van kérdésük, jó? Ja? Uh -huh. uh, ami még eszembe jutott, hogy itt is nagyon fontos filmeknél, sorozatoknál a témaválasztás. Manapság uh -huh. uh, szerintem soha korábban nem látott népszerűségnek örvendenek a kosztümös drámák. Uh -huh. És ami ezek között igazán profi, ott odafigyelnek a nyelvezetre is. Tehát ami például Tudor korból, vagy éppen 18. századi Észak-Amerikában uh -huh. játszódik, akkor ott odafigyelnek a nyelvezetre, ami hozzájárul ahhoz, hogy profi, autentikus legyen a sorozat. Uh -huh. Nekünk viszont nem a 18. vagy a 16.-15. századi angolra van szükségünk, hanem a maira. Úgyhogy én azt szoktam mindig javasolni, hogy koncentráljunk kortárs tartalomra. Tehát mindenképpen hmm. tudunk találni olyat, akár legyen ez dráma, romantikus uh, történet, család, szitkom. szitkom, így van, uh, ami abszolút most játszódik, tehát 20.-21. századi, mert ez az a nyelv, amit az angol anyanyelvűek beszélnek. És ettől uh, kezdve jöhetnek ugye magasabb szinten járóknak, akár már a... Finomságok is, hogyha találunk esetleg olyan tartalmat, amiben esetleg különböző akcentusokkal megismerkedhetünk, vagy dialektusokkal, vagy aki például középfok, felsőfok környékén jár, nagyon szórakoztatónak találja mindig, hogyha mindenki nagyon szórakoztatónak találja, hogy esetleg van ausztrál karakter, vagy például ugye ír, skót, és akár az usa belül is hihetetlenül nagy különbségek vannak mm -hmm. a kiejtések, beszédstílusok között. Úgyhogy a szitkomot azért emeltük ki korábban is, mert az is ilyen sűrű, intenzív adagban kapjuk, és a történetet mindig a párbeszéd viszi előre. Mm -hmm. Nincs zavaró háttérzaj, ugye legtöbbször valamilyen belső térben, nappaliban konyhában bonyolódik a történet, és ez az a hétköznapi angol nyelv, amire nekünk szükségünk van. És útra a legfontosabb dolog, ezt mindannyian érzékelitek, hogyha az, amit olvasunk, az, amit nézünk, hallgatunk, az minket érdekel. Tehát teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy milyen uh, nyelven legyen is az, hogyha ez egybevág azzal, amilyen nyelvet még tanulunk is, akkor észre se vesszük, hogy ez egy tanulási folyamat. Mert wow. nem az angol nyelvről akarunk többet megtudni, hanem arról a területről, ami minket érdekel. Uh -huh. És itt lehet az tényleg akár gasztronómia, akár uh, kultúra, akár történelem, akár valamilyen hobbi. Észre se fogjuk venni, hogy ragadnak ránk az angol szavak kifejezések és nagyon jól el tudjuk mélyíteni ugye azokat is, amit már esetleg a passzív szókincsünk részei, de látjuk, hogy aktívan hogy kerülnek például használatba. És ez egy nagyon fontos visszajelzés vagy megerősítés, hogyha valaki így használja, akkor én is nyugodtan használhatom így, hiszen abszolút autentikus forrásból láttam, hogy, hogy is működik mondjuk ez a kifejezés. Igen. Mindig legyen összekötve a szórakozással, érdeklődési körünkkel. Uh -huh. Köszönjük. Közben én nekem a kamerám lefagyott, bár a többiek biztos észrevették, megpróbáljuk ezt itt fixálni. Üm, igen, tehát hogy eszméletlen hasznos dolgokat osztottál meg közben velünk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. És köszönjük is. Közben volt egy ilyen kérdés Valitól, hogy neki, ami a nehézséget okozza, az az, majd közben ne lepődjetek meg, ha eltűnik a kamerám, igyekszünk visszaállítani, de a hangot halljátok, hogy ne kiválasz a szintjének megfelelő könyvet, és ezért sem olvas valójában angolul túl sokat. Tehát neked mindenképpen azt javasolnám, nem tudom, hogy itt voltál, amikor... vajon melyik a kamerám... Ez yes. jó. mindenképpen azt javasolnám, hogy például könnyített olvasmánnyal indulj, bemész akár egy könyvesboltba, vagy, vagy hogyha letöltött formátumban van egy pár, akkor kinyitsz egyet, és megnézed, hogy miután elolvastál egy oldalt, azon az oldalon a vőszek ellene foglalt, hogy miről szólt, menne, és hogyha úgy érted, hogy úgy érzed, hogy több mint 50%-a teljesen kínai volt, mindjárt visszajön a kép, szuper, köszönöm, akkor az túl nehéz. És ezért azt javasolnám, hogy olyankor próbálj egy szinten lejjebb menni, és addig kell lejjebb menni, amíg azt nem érzed, hogy legalább a fele tehát, hogy több, mint a felét érted. Egy ilyen 70-80 lenne az ideális az értésből, és a 20-30 az normális, ha nem értjük, mondjuk ismeretlen szavak tekintetében, és akkor így tudod belőni. De nem kell egyből eredeti Harry Pottereket olvasni, jó, hogyha az túl nehéz. Georgina írja, hogy elkezdtem hallgatni a szöveget, csak szavakat hallok ki, néha azért egy-egy mondatot is gyorsan elfáradott tőle, illetve fejdegesít is. Persze, hogy ott hagyom a csudába, valamit hozzám szólnak, és teljesen leblokkol az agyam. Na, ezt hívjuk a tökéletes frusztráció állapotának a leírására, leírásának. Azt javasolom, de, de, de biztos, hogy Olivier is valami okosat majd ehhez mindjárt hozzátesz, hogy nem jó az a szint, amit nézel, tehát hogy túl nehéz még, mert hogyha csak szavakat hallunk ki, és néha egy-egy mondatot, de felidegesít, az, az semmiképpen nem normális, olyan tekintetben, hogy nem lesz belőle élvezet, inkább kellene azokból a stratégiákból válogatni, amit Olivier is javasolt, hogy olyan filmet nézni, amit már kitéve betéve láttál magyarul, vagy nem tudom még, mit tudsz te javasolni Georginának, Oliver. Ez az egyik, tehát, hogy ez szerintem a legkönnyebb változata. A másik az, ugye, hogy a felirat nagyon sokat segít. Tehát mm -hmm. nagyon sokszor előfordulhat az, hogy tényleg csak egy-két szót hallunk ki, főleg, hogyha valaki szokatlan tempóban vagy szokatlan témáról beszél. De a felirat ezen mindig sokat tud segíteni. A másik pedig, amit említettetek, az az, hogy fárasztó, hogy fárasztónak uh -huh. találjátok. És ami nagyon-nagyon fontos információ, hogy mindannyian annak találtuk annak idején. Tehát én emlékszem, hogy egy angol nyelvű regényből tíz oldalt elolvasni, még akkor is, hogyha megvolt ez a 70%-ot értek, és esetleg 20-30% az új szó, Sokkal-de sokkal fárasztóbb, sokkal komolyabb koncentrációt, odafigyelést jelent, és sokszor én éreztem én is azt, hogy például lefekvés előtt, még a kedvenc regényemet továbbolvasom magyarul, és simán le tudok belőle akár 10-20-30 oldalt. Az angolon viszont az gyakran hozzájárult az, hogy minél hamarabb álomban merüljön az Igen, ember. Ha valakinek alváznava van, akkor olvasson angolul lefekvés előtt. Így van, tehát ez abszolút természetes, ez emiatt soha ne aggódjatok, ez ne roncs el a kedveteket, sokkal fárasztóbb lesz az elején. És itt a másik kulcs szó szerint, amit kimondta, hogy az elején, tehát ez az egész csak szoktatás kérdése, itt kell stratégiát is váltani, tehát hogy könnyebbet nézni, vagy olyat, ami már láttál esetleg, és angol felirattal, és hát elfogadni azt a tényt, hogy ez nem egyik napról a másikra varázsütésre fog javulni, hanem ez egy pici folyamat, és ehhez szoktatni kell magunkat, mert a gond az, hogy sokszor feladjuk ugye, ezeket a pontokat idő előtt, és nem, nem tréningeljük, nem kondicionáljuk az agyunkat arra, hogy megszokjuk, hogy angolul nézzük, angolul olvassuk. Még írták itt a többiek, Zsolt, hogy egy nyelvű szótár használata, bár több idő. Én mindenképpen rá szoktatnék mindenkit, mert uh, teljesen más annak a használata, mint egy kétnyelvűnek, de szerintem ez egy külön téma, úgyhogy ebbe most nem megyünk bele. <laughs> és hát most már jóval túlmentünk a, az időnkön, amit uh, terveztem, úgyhogy én. én uh, gyakorlatilag hálásan megköszönöm Olivér az idődet, és hogy megosztottad ezeket a rendkívül hasznos kulcsgondolatokat. Ha csak egyetlen egy mondatot kellene adjál útra a témák, a két téma kapcsán, akkor mi lenne az? az útra való szerintem az lenne, hogy mindenképpen kapcsolódjatok ki, dőljetek hátra, és élvezétek azt tulajdonképpen, hogy egy idegen nyelven teszünk szert új tudásra, vagy hogy egy idegen nyelven szórakozunk tulajdonképpen. Tehát, hogy ez nem tanulás, ez a kikapcsolódás része legyen a napnak, és nagyon hamar azzá fog válni a rendszeresség mellett. Ó, de jó. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ez egy nagyon jó felütés lesz itt a végére. Úgyhogy akkor mindenkit bíztatnánk, hogy ne adjuk fel. Írják itt a többiek tündő, hogy én is így kezdtem az elején, alig hallottam ki valamit, de segített a felirat, ahogy Oliver mondja, és most már sokkal több mindent kiértek, és ez egy nagyon nagy sikerélmény. Tehát gyakorlatilag ezt csak csinálni kell, és szoktatás kérdése. Igen, Georgina, visszanézhető a videó, itt a videó fül alatt néha ott jön fel, néha pedig az események alatt, az event, event alatt, valamint a YouTube-ra is fel fogjuk tölteni este, úgyhogy ott is megtaláljátok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, filmnézésre, olvasásra angolul fel, <laughs> és jövő héten találkozunk szerdán egy teljesen más témával az események alatt megtaláljátok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szia, Olivier, sziasztok! Én is köszönöm.